tagjait, a Debreceni Polgárőr Egyesület, a Civis Városért, a város, ma már mondhatom, az legnagyobb polgárőr egyesülete, amelynek tevékenysége és hatóköre a város egész területére, a város minden város részére kiterjed. A város ebben az évben a Debreceni Önkormányzat úgy döntött, hogy a polgárőrök számára elhasználható és szétosztásra kerülő költségvetési forrás, amely ebben az évben 9 millió forint volt, annak a nagyobbik részét a város legnagyobb polgárőr szervezetének adja támogatásként. 7,9 millió forinttal támogatjuk ennek a polgárőr egyesületnek a tevékenységét, és jól látható, hogy hasznosulnak ezek a források, amelyeket az önkormányzat a polgárőrség támogatására biztosít. Itt látható mögöttünk három olyan gépjármű, amely a következő években a polgárőr tevékenység minőségét hivatott javítani, és ezáltal ezen keresztül pedig az önkormányzat, illetve a város közbiztonságának javítása a fő célt.